Szeptember 1-én péntek este, jó estét kívánok, a Tatai Televízió napi híradóját látják, maradjanak velünk. Augusztus minden csütörtökén koncertet adtak a peron tehetségei. Több éves hagyományra tekint vissza a kajakos kupak büfé. Rendhagyó workshoppal készült az Eszterházi kastély. Lezárult a múzeum korábban meghirdetett pályázata. Akárcsak az elmúlt évben, idén is nagy szabású bemutatkozási lehetőséget kaptak a Peron Music Tehetségközpont diákjai. Ismét augusztus minden csütörtöki napján a Zsigmond teraszon adtak koncerteket a fiatalokból álló formációk. Akárcsak az elmúlt évben, idén is augusztus minden csütörtöki napján élőzenével telt meg a Zsigmond terasz. A helyszín a kezdetektől támogatja a Peron Music Tehetségközpontot, így a fiatal zenészek a nagy közönség előtt is tapasztalatot szerezhetnek. Az ingyenes program több formációnak is bemutatkozási lehetőséget kínált, amelyet nem csak a leendő művészek élveztek, minden alkalommal érdeklődők tömege hallgatta a produkciókat. Tényleg azt gondolom, hogy Tata eleve ugye gyönyörű, és akkor még ezen a fantasztikus helyen, itt a Bástyán, szóval azt gondolom, hogy aki ezt nem használná ki, vagy aki ezt nem csinálná, hát ez bolond. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kell minden évben. Amikor elindultunk, szerintem se a Gáborék nem tudták, hogy mibe vágnak bele velünk, semmi nem tudtuk, hogy mi vágunk bele, de ez egy nagyon közös, kölcsönös, jó lett a végeredmény, úgyhogy mindenképpen itt vagyunk. Egyrészt ugye vannak a zenekari gyakorlatos zenekaraink, ugye abból van 6, vagy volt 6 ugye az előző szezonban, és hát hál' Istennek egyre inkább van az a tendencia, hogy alakulnak ilyen kis zenekarok, ilyen kis formációk, duók, triók, mindenféle egyéb formációk, úgyhogy ebből ma is ugye volt egy a színpadon, aztán most lesz egy zenekari gyakorlatos zenekar, de jövő héten lesz azt hiszem, hogy 2 olyan produkció is, ami így most alakult így a nyár folyamán szinte, úgyhogy nagyon-nagyon élvezzük ezt, ahogy a gyerekekből látszik, hogy így így kifejlődik belőlük a zene. Én szerintem már lehet, hogy vannak olyanok, akik tudják, hogy augusztus csütörtökén az Zsigmond teraszon lesz zene, és én azt szoktam figyelni mindig, hogy vannak azok, akik nyilván ez egy vendéglátóhely, nem mernek bejönni, mert azt gondolják, hogy hát, ha oda nem szabad bejönni, de itt állnak kint ugye a vár mellett a járdán, és nézik, és hallgatják, és élvezik, aztán szép lassan bemerészkednek, és akkor előbb-utóbb csak beülnek, és meghallgatják. Az intézmény vezetősége is minden alkalommal jelen volt a programokon, akik büszkeséggel hallgatták végig a színes és sokszínű produkciókat. Egyre inkább jó, mert egyre többször tudok úgy kijönni, mint kvázi, mint vendég, úgymond, tehát, hogy nem azzal, hogy most itt dolgoznom kell végig, vagy nem tudom, hanem csak én is kívülök, és élvezem a gyerekeket. A hagyományokhoz híven idén is karibi partival és kupak büfével búcsúztatta a vakációt a Hódi Sport Egyesület. A kajakosok a tábori szezon végével jótékonysági kezdeményezést szerveztek, ahol a szülők által készített süteményeket kupakok fejében vásárolhatták meg. Hamar gazdát cseréltek a kupakok, amelyek egy délután erejéig fizető eszközként funkcionáltak a Hódi Sport Egyesület különleges büféjében. A kajakos táborok végét idén is jótékony célú és kötetlen hangulatú program zárta, amely mintegy 100 érdeklődő figyelmét keltette fel. A kupak büfék köszönhetően a lelkiismeretes szülők munkájának ismét finomabbnál finomabb termékekkel telt meg a gyermekek és a szervezők legnagyobb örömére. Közel már 10 éve egy hagyomány, hogy a tábor pénteki napján egy úgynevezett kupakbüfét üzemeltetünk, és a gyerekek kupakokért vásárolnak finomságokat, és a kupakokat természetesen Izsó-Veronikának gyűjtjük közel 10 éve, és ezzel szeretnénk hozzájárulni a kis gyógyulásához. Ilyenkor a hét elején meghirdetjük a szülőknek, hogy egy kis pogácsával, palacsintával, egyébként a palacsintát imádják a legjobban a gyerekek, egy kis muffinnal, kis édességgel, mi pedig
üdítővel kedveskedünk a gyerekeknek, és így töltjük meg a büfét, és a lányok, a nagyobb lányok, ők vállalták a büfé szerepét, hisz ők kilátnak a pult mögül, a kisebbeknek még ez igazán nem menne. De elsősorban azért a gyerekek vásárolnak, meg is hirdettem, hogy a lányok, akik a bátrabbak voltak a táncolás közben, ők vásárolnak először, a fiúk előre is engedték őket, de most már a fiúk is érdeklődéssel vásárolnak. Egy ilyen alkalommal, tehát ez mindig pénteki nap van, kb. 200 liter kupakot gyűjtünk össze, és ezzel támogatjuk a Veronikát, hogy gyógyuljon meg. Természetesen az sem volt véletlen, hogy a gyerekek éhesek és szomjasok voltak a délután során, hiszen a büfé nyitását megelőzően egy karibi partin vehettek részt a táborozók, ahol persze az edzők is táncra perdültek. Már hétfő óta én is besegítettem a lányoknak a fűszoknya készítésbe, én mutattam meg a fortélyokat, de utána szép lassan mindenki, és még azért egy-két is vendéget is szeretettel vártunk, akik már évek óta ide járnak, csak most nem vettek részt ebbe a táborba, de szeretettel vártuk őket is a kupakbüfébe is, és a karibi partin is. A Noéminak is szeretnénk azért megköszönni, hogy most már hosszú évek óta a kis teraszát számunkra biztosítja a tánchoz, illetve hát a szülők, akik szintén már régebb óta készítik a díszítéseket, anyukák, apukák, nagypapák, úgyhogy nekik is nagyon szeretném megköszönni. A nyitás óta szinte töretlen népszerűségnek örvend a felújított Esterházy kastély. A helyszín számos rendezvénynek ad otthont a mindennapokban, azonban saját programok is megvalósulnak a rendhagyó épületben. Legutóbb csempefestésre várták az érdeklődőket. Különleges helyszínen rakadhattak ecsetet az alkotás szerelmesei. Augusztusban több alkalommal is csempefestő workshoppal várta az érdeklődőket az Esterházy kastély. A történelmi műemléki épület egyik fürdőszoba helyisége egyedi, kézzel festett mozaikkal díszített, most ezek másolatának elkészítésére kaptak lehetőséget a vállalkozó szelleműek. Ötlet ugye onnan származott, hogy itt a Tatai Esterházy kastélyban van egy olyan fürdőszoba, amit a gyerekek számára alakítottak ki a 20. század elején, és gyönyörű szép Hollandiából származó csempékkel díszítették. Ez a hollandi csempe, amit idézőjelben ugye hollandinak hívnak, igazándiból delfti csempe, Delft városában már 400 éve készítik, ugyanazzal a technikával egyenként kézzel festik a csempéket, és hát ebből származott a kiindulási alap, hogy ezt a technikát mi is kipróbálhatjuk, tehát kézzel próbálnak a jelentkezők csempéket festeni porcelánfestékkel, ugye ez a jellegzetes kék színű csempe, és hát hogyha sikerül, akkor természetesen egy kis ajándékként haza is lehet vinni. A minták azok innen származnak a fürdőszobából, tehát kis képek közül lehet választani, háromféle motivum van itt a Tatai kastélyban, vannak pásztorok, vannak lovagok, és vannak a jellegzetes hollandiai tájképek, a tengerparti tájképek. Általában ez a legnépszerűbb téma, ugye ezt kiválasztják a vállalkozó szellemek, és akkor utána az instrukciók alapján megpróbálják lefesteni, illetve lemásolni a csempéket. A festék egy speciális festék, tehát egy porcelán festék. Az eredeti csempéken egyébként nem ilyen festéket használtak, ugye ott még olyan porcelán festék volt használatos, amit ki kell égetni a festés után, és egyébként szürke színű az eredeti állapotban, és akkor az égetés után nyeri ezt a nagyon szép kék színt. Itt mi olyan porcelán festéket használunk, ami levegőn szárad, elég gyorsan, tehát egy pár perc alatt megszárad annyira, hogy utána már lehet szállítani, és akkor még egy több napos levegőn történő száradás után már teljesen ráköt a csempére. A kék szín onnan ered, hogy Hollandiába az 1600-as években Kínából érkeztek porcelánok. A porcelánok fehér alapon kék festéssel rendelkeztek, és ez nagyon megtetszett a hollandoknak, úgyhogy ennek a mintájára kezdték el a kék színű csempefestést. Nem csak csempét festenek, hanem különböző használati tárgyakat, tányérokat, étkészleteket. Van egyébként színes változata is a delfti csempének, de a közismert az a kék delfti.
A kastély megnyitása óta szinte minden turistának és helyinek bakancslistás kiránduló helyszín. Az intézmény azonban nem csak mint kiállító egység tartogat életre szóló emléket és élményt a látogatóknak. Ezeket a programokat nem olyan régen kezdtük el, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon tetszik az embereknek, mármint eleve az ötlet, ugye ezt a csempét azért, aki itt jár a kastélyban, biztos, hogy észreveszi, megfigyeli, tetszik neki, és a helyiek is érdeklődnek, úgyhogy ez úgy tűnik, hogy egyre népszerűbb program lesz. Korábban kreatív rajzpályázattal szólította meg a helyieket a Kunidomokos Múzeum. A kulturális intézmény Kuni Kornis hívószóra várt pályaműveket, amelyeket egy több tagú zsűri értékelt. A felhívás augusztusban lezárult, az eredményeket a napokban hirdették ki. Szeptember elejétől már valamelyik színes rajzot láthatjuk viszont a Tatai Múzeum pedagógiai foglalkozások logójaként. Az intézmény korábban meghirdette a Kuni Kornis című pályázatát, amely fantáziafelhívás nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek körében, így mintegy 70 alkotást kellett zsűrizniük a múzeum munkatársainak. Jön a sablon, hogy rettenetesen nehéz dolgunk van, hiszen most itt véglapozgattuk a 71 néhány beérkezett pályázatot, fantasztikus rajzok érkeztek, különböző korosztályokból, tehát óvodásoktól, kisiskolásoktól egyaránt érkeztek Tatáról és környékéről, és tényleg olyan fantasztikus a beérkezett pályaművek összetétele, hogy nagyon nehéz dolgunk van, ténylegesen. Úgyhogy éppen percekkel ezelőtt született meg a döntés, hogy nem csak egy díjazott lesz, hanem több is, valószínűleg külön díj, és több rajzot is szeretnénk majd a közel és a távol jövőben felhasználni ezek közül. Ez ugye a Kuni Kornis egy fantázia lény, ebből a kis szójátékból született meg ő. Esetlegesen az a célunk, hogy a múzeum pedagógiának legyen egy logója, egy olyan kis figurája, amit megjeleníthetünk levelezésben, interneten, Facebook oldalon, bárhol, tehát amiről beazonosítanak minket. Ez volt az elsődleges célunk, hogy legyen egy olyan figura, ami Kuni Kornis, de mégsem a klasszikus unikornis, tehát valami rendhagyó, ami csak a miénk, amiből csak egy van. De ugyanakkor most azt látjuk a rajzokban, hogy olyan kompozíciók születtek meg, olyan fantasztikus rajzok, amiket akár meghívókon, plakátokon önmagában is el tudunk képzelni, tehát biztos vagyok benne, és ahogy kivettem, a kollégák is egyetértenek velem ebben, hogy több rajzot fogunk a későbbiekben felhasználni. Egyáltalán nem baj, hogy a klasszikus unikornisból indultak ki a pályázók, mert ezek közül is fantasztikusak születtek, itt épp a mögöttünk látható rajzon is egy ilyen van, de ugye itt most nekünk a logót kell nézni, és nagyon sok olyan rajz van, aminek itt csak egy részletét tudjuk majd felhasználni, de van olyan rajz is, aminek az egészét szeretnénk, és hála az énnek, amennyire emlékszem a kiírásra, ott cél is volt, hogy egy új figura szülessen meg, egy új minta szülessen meg, és ebből nagyon-nagyon sokat láthatunk, úgyhogy zajlik a bírálás. A zsűrizés során hamar kiderült, sok gyermek saját múzeumi élményét is szerette volna belevinni az egyedi alkotásba. Ez egyébként csodálatos. Önmagában az, hogy maga a múzeum vagy a vár nagyon sok rajzon megjelenik valamilyen formában. Láthatunk műtárgyakat is különböző nézőpontokból, és ez azt jelenti, hogy a múzeum jelent valamit egy épületen kívül, az, hogy jártak itt ezek a gyerekek, reméljük, hogy fognak is még itt járni nálunk, és hogy ezt összetudják a saját kis fantáziájukkal, a saját kis mesevilágukkal tűzni. ...2023-ban ismét lehet pályázni az Öveges József tanulmányi ösztöndíjakra. A jelentkezés határideje szeptember 8-a. A díj olyan tatai állandó lakóhelyen rendelkező, nappali tagozatos, felsőoktatásban, alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét fél évében 4 egésznél magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve hátra van tanulmány befejezéséig. További részleteket a tata.hu-n olvashatnak. Kivételesen gazdag programkínálattal érkezik idén a svéd, vagyis a stílusos vidéki éttermiség Tatára. Szeptember 9-én és 10-én az Eszterházi kastély kertjében a házigazda Platán gurmé étterem mellett az ország minden tájáról, sőt határon túlról is érkeznek tagéttermek, és készítik el a legfinomabb fogásaikat. A rendezvényen történő részvétel feltétele az előzetes regisztráció, melyet a program honlapján lehet jelezni.
Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban. Augusztus minden csütörtökén koncertet adtak a Peron tehetségei. Több éves hagyományra tekint vissza a kajakos kupak büfé. Rendhagyó workshoppal készült az Eszterházi kastély. Lezárult a múzeum korábban meghirdetett pályázata. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szeptember 1-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kellemes estét, kellemes hétvégét kívánok mindnyájuknak. Viszontlátásra!